Sziasztok, üdvözlök mindenkit a legújabb vlogból! Debrecen városából jelentkezünk, ahol ma videótól vendégszerepel este 7:30-tól a Nagy Erdei stadionban. Én már felvettem a biztosan tuti kávét, ami a mai hosszú éjszakát el fogja azért kísérni, szóval egy kis energiát számomra. Mögöttem láthatjátok Debrecen egy nagy nevezetességét, a nagy templomot, itt vagyunk úgymond a főtéren, itt van mellettünk a Cuki 1-es villamos, Attilát megkérem videózzon el nektek. Tehát megérkeztünk Debrecen városába, eléggé szombat délutáni a hangulat, kellemes 20 fok van, úgyhogy tényleg nagyszerű az időjárás. Megérkeztünk, úgyhogy minden rendben volt, jó útunk volt, találkoztunk a táborral, hiszen ők is érkeznek majd a mérkőzésre busszal, velük összefutottunk útközben, úgyhogy egy nagyszerű szurkolásra és egy jó mérkőzésre van kilátás. A kezdőket mi nem tudjuk, úgyhogy bízok benne, hogy a videót egy kicsit támadóbb jelleggel fog a mai mérkőzésen pályára lépni a Debrecen csapata ellen. De hát meglátjuk, hogy mire jutunk majd. Ma is lesznek visszatérők a csapatban, ami azért reméljük, hogy segít a győzelem elérésében. És mit halljátok, a 6 órai csengő megszólalt a nagy templomon. Úgyhogy hamarosan majd a stadionba fogunk jelentkezni, én addig elkortyom ezt a finom kávét, nektek pedig jó szórakozást kívánok előre is a vloghoz, remélem jól fogtok szórakozni az előttünk álló időtartamba, ha nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, és írjatok hozzászólást a komment szekcióban, mert tudjuk beszélni a továbbiakat a mérkőzésről, és teljesen a vlogról is. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, hajrá videóton és egészségetekre! Thank you.
szöglet. Elmúlt a valódik simán. Bravo, Dani! Igen. Jó lehet menni. Jó, helyre, szabad rúgás. Jó, és sárga. 16. percben vagyunk. Az állás továbbra is 0-0. Mérkőzés 28. percében vagyunk, az állás továbbra is 0-0, mindkét csapat próbál támadgatni. A Vidinek már volt egy nagy lehetősége, amit Kosicki hárítottán, bravúra elérte a labdát. A Debrecennek is volt egy erős keresztbe a labdája, de ezt maga biztosan megoldotta, úgymond a védelemet hagyta, hogy elszálljon keresztbe. Úgyhogy egyre 0-0, a Debrecennek már van két sárga lap, voltak lehetőségek, de egy orrító gólhelyzet talán egy-egy volt mindkét oldalon. Úgyhogy ennyi, bízunk a legjobbakba, hajrá videókat! Kovács Dánon által nem így sem bejött labda volt, hogy fejlettek a kis. És tartja továbbra is a labdát a Debrecen. Egy jó indításnak tűnik. Dales. Itt egy pártalan. Kiállították Zsuzsákot! Körül 3 perc előtte mondtam, hogy ki fogják állítani a Zsuzsákot, mert nagyon-nagyon hevesen viselkedik. Ki is állítják. Mi emberelünkbe kerül a videóton Debrecenbe. Nézzük a legjobbakban. Nikolics volt egyébként a szabálytalansággal szenvedője, akit ápolni is kellett azután. Izgalmat másképp fölöl a következő, úgy gondolom. Eléggé patikással mondják egyébként.
első fél idő 0-0-ra áll a videóton, Debrecen videóton mérkőzés, kinek hogy tetszik jobban. A hazaiaknál kiállították Zsuzsák Balázst második sárga lappal, akinek egyébként szerintem az első fél időben teljesen ott a benyomásom a Balázsról kapcsolatban, hogy sokat beszél, sok a szöveg, mutogatott a bírónak, és hát ugye volt ez a második volt, láttam most így meg tudtam nézni, összefoglalóban az M4-en keresztül, és sajnos ez a második sárga lap, ez tisztán az volt, sajnos jogos a kiállítás, azt kell, hogy mondjam. Szerintem túlpörögte ezt a mérkőzést. Na de vissza a továbbiakhoz. Ember előnybe került ugye a videóton, én bízom benne, hogy csatár fog érkezni előre mindenképpen, hiszen ezt a mérkőzést meg kell nyernünk. Én úgy érzem, jobban játszunk, nagyobb esélyünk van arra, hogy megnyerjük a mérkőzést. A Debrecen főleg a kontrákból tudott eljönni, és főleg ezekből tudott nagyobb lehetőséget kialakítani az első fél időben. De összességében úgy érzem, hogy a Vidi ma jobban játszik, és jobban is tartjuk, jobban játszunk meg a labdákat, és egyébként abszolút úgy érzem, hogy nagyon jó a labdaelosztás, mindkét oldalról középről is vannak lehetőségek. Ugye, amit mondtam korábban, Kosuczkinek volt egy nagy védése, ugye ez az egy ilyen nagyobb helyzetünk volt, meg volt még egy pár, volt a Nikónak a végén egy lesgólja, amit nem adott meg ugye a játékvezető, illetve a Debrecennél is volt egy lesgól, illetve ott is volt egy gyanús szituáció, de ezt tovább engedte a bíró. Úgyhogy egyelőre így állunk, emberelőnyben lesz a videótól a második fél időben. Bízok abban, hogy én legalábbis bízok abban a videóban a szurkolótársaimban, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni. Úgyhogy bízok a legjobban, hajrá videótól, és akkor következik hamarosan a második fél idő, és nektek további jó szórakozást kívánok a Lottól. Első labdaérintése gólt lőtt, ami néznek, hogy lesz-e vagy nem. Szabadrugás! Még pont nem volt benne. Tudatosan belül külső, ahol elkezdett a fajt. Én sárga lapot kapott a Debrecenből. Sárga lapot kapott csapatunk 70-es számú játékos a Good luck.
24. percében vagyunk, az Állás Tabrus 0-0, sajnálatos sérülés történt a debreceni Kosicki, kellett neked cserélni a kapust, valószínűleg ez valamelyik szallag lesz, vagy ahé lesz, vagy pedig keresztszallag. Úgyhogy egyelőre 0-0 van, a Vidi egyre jobban presszionálja a Debrecent, meglátjuk, hogy lesz ennek góla jutalma, vagy nem. Még van hátra 16 perc a rendes játékidőből, ez valószínűleg szép hosszabb. És megnézi a játékvezető. Ez egy kis kakaskodás a 16-oson belül. Ahogy mondta korábban is, igazán paprikásan érkezett a hangulata. Bírósportás nézi a hovat. Nézzük, milyen döntést fog hozni. Jön a bíró. És... 11-es. A labda mögé pedig... Rojt Négó fog állni. Sárvalamot kapott csapatunk, 23-as számú játékos, a német Krisztián. Hat perc a hosszabbítás a második fél időben. Végül is nem Rojt Négó, hanem Kenan Kodrán labda mögé. Jön a 11-es. Nézzük, hogy a videóton tud-e egyenlíteni a 91. percben. Bilbaóból érkezett Kenan Kodró, az első büntetőt belőtte az MTK ellen. Nézzük, hogy most vajon. Mi lesz? Kodró. Kodró fut neki.
Kodró, és... Gól! Egyenlít a videótól! Kodró! Bravo! Igazán érdelem, tudsz meccsen egyet! Kenan Kodró! Mérkőzés egy-egyet a meccsnek a végeredménye. Gratulálok a Debrecen csapatának, mert tényleg hősiesen tartották a 0-0-át, majd később az 1-0-át is próbálták tartani. Lehetett végül is a 11-esre sikerült egyenlíteni a videótonnak. Hát sajnos emberelőnyben sem jött az a játék, amit úgy igazából vártam. Volt egy-egy lehetőség, de nem éreztem átütő erőt. Sajnos a csapat támadó játékában. Ellenben a debrecenieknek tényleg azt kell mondani, hogy a csapatuk nagyszerűen helytállt, mert tényleg küzdöttek és becsületesen mentek, aminek ugye eredménye is lett az a gól, amit ugye szereztek Varga József régen 11-esből, ezt ugye láthattátok a vlogban, és nálunk ugye a mondhatjuk úgy, hogy új nagyszerű igazolásunk ugye Kenan Kodró révén sikerült egyenlíteni már a hosszabbítás pillanataiban, úgyhogy így alakult ki az 1-1-es végeredmény. Hát sajnos nem vagyunk ez az 1-1-el előrébb, azt kell, hogy mondjam, én jobbnak éreztem a mai mérkőzést, meg is nyerhettük volna, ez most sajnos ismét nem sikerült. Most már nem is tudom, hanyadik, de minimum a negyedik meccsnél tartunk a Zsinórban, ahol nem sikerült győznünk. Eléggé negatív szériába érzem a csapatot, és a támadójáték sem úgy muzsikál az elmúlt három mérkőzésen, ahogy azt elvárnánk és ahogy szeretnénk látni. Ez van, bízunk a legjobbak, hogy azért lesz változás. A hangulat egyébként tényleg parázs volt, érzelembús volt a találkozó, nagyon sok volt a fal, sok volt a lap, tényleg látszott, hogy kakaskodás is volt, tehát tényleg egy nagyon nagy hévvel lévő, nagyon nagy tűzzel égő mérkőzés volt ez. Kosicki kapusnak egyébként jobbulást kívánok, mert valószínűleg legalább egy fél évet ki fog hagyni azzal a sérüléssel, amit elszenvedett. Ez Vagyai lesz, hogy keresztszalag szakadás lesz, úgyhogy mindenképpen jobbulást kívánok neki, már csak azért is tudom, mert hasonló sérülésem volt nekem is, és tudom, hogy sajnos egy nagyon rossz sérülés ez, főleg egy kapus szemszögéből. Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlogom minden Debrecenből, rendben jól szórakoztatok, tetszett, amit láttatok. Én köszönöm szépen, hogy eljöttem és itt lehettem, jó volt a szurkolás, a hangulat, én jól éreztem magam, remélem ti is a vlog alatt. Ha nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot a videóra, és nyilván kommentjetek a komment szekcióba, hogy meg tudjuk egymással beszélni a fontosabbnál fontosabb dolgokat. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmeteket, hajrá videóton, és találkozunk két hét múlva a Honvéd ellen újra. Sziasztok!